Magyar széken edző táborozott az MTK U14-es leány csapata, a hazautazás előtt pedig két felkészülési mérkőzésen is pályára lépett Tóth Judit együttese. Előbb pénteken a Komlói U14-es fiú csapat ellen nyert 2 0 a gárda, majd szombaton a PMFC sportolda U14-es lány labdarúgói ellen 2-2-es félidő után 4-2-re tudtak nyerni a budapestiek. A két gárda között rendkívül szoros a kapcsolat, az MTK tehát fiók csapatának tekinti a sportoldát. Ilyen vereség után szoktak mondani, hogy fárad a lábóig, sokan edzünk, tehát én nem ezt mondtam. Tehát úgy gondolom, hogy úgy edzünk, ahogy kell, amennyi edzés kell, az, az, van még futás. Kicsit fejbe felatunk, ott kettő -kötő után, fölöttünk kettő kettő után, elfaradtunk. Még mindig azt mondom, hogy ez a mentalitás, az fejbe kell összerakni, és utána nem lesz gond. Az MTK csapata az U14-es leánybajnokság középcsoportjának élén végzett a csonka szezonban. A célok nem változtak tavalyhoz képest. Négy új játékost igazolt a csapat, a MOL Fehérvár FC-től érkezett Tasikata. Én a vidiből jöttem, és azért jöttem el onnan, mert nem voltak olyan jók az edzések, sok volt az új, akik ugye előről kezdték, és mi már megütöttünk egy szintet, és szerintem itt több a lehetőség. Eddig fiú csapatban játszott Borzák Lilien, ő a Cseppgól FC-től igazolt az MTK-hoz. A Cseppgól fiú csapatából érkeztem, azért már uh, ugye fiú között játszottam, és úgy éreztem, megerősödtem, és kiszerettem volna próbálni lányok között játszani. A bajnokság augusztus 22-én rajtol.